Befóliázott házak Rozsályban. A településen a június végi viharkár nyomai még mindig látszanak. Sőt, több lakóháznak még mindig szüksége van fóliás megerősítésre, mert hogy a változékony esős időjárás, ami a napokban is tapasztalható, tovább rongálhatja a házakat. Jelen pillanatban megpróbáljuk megerősíteni lécsekkel a fóliát, és ahol nagyon nagy a fóliának a tönkremenetele, ott pedig megpróbáljuk pótolni ezt a részt. Sajnos már nem nagyon tudunk fóliát vásárolni, hiszen a védekezés az lezárult, van az időszakban lehet, hogy csak fóliál, és most már megpróbáljuk a régiekkel pótolni. A kárfelmérés befejeződött a településeken. Rozsályban 300 millió forintra lenne szükség a helyreállításra. A régi építésű és palatetős házak tetőszerkezetének javítása kerül sokba. A korábbi palatetős házakat sajnos arra már palát visszarakni nem lehet, hiszen ezek aszbeszttartalmú palák voltak korábban, és ezeket teljesen át kell létezni, és teljesen új fedéssel kell ellátni. Rozsályban a lakóházak csupán 40%-ának volt biztosítása, de a kárt szenvedett településeken úgy vélik, hogy a biztosítók alulbecsülik a károkat. A biztosítók elég alacsony összeget fizetnek ki. A szomszédomnak volt egy tetőcsere, egy komplett lemeztetőt tettek fel, az belekerült 500.000 forintba, és a biztosító fizetett neki 300.000 forintot. És akkor a festés, meg ilyesmiről még nem is beszélünk. Zajtán a helyreállítási költség 210 millió forint lenne. A jövő heti kormányülésen dönthetnek arról, milyen segítséget kaphat a viharkárt szenvedett 13 szabolcsi település. Több mint 1000 lakóházat kell rendbe tenni. Már június végén több karitatív szervezet is elkezdett gyűjteni, köztük a Magyar Vöröskereszt. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskeresztnek a katasztrófa segélyalapja által, illetve az országos gyűjtési akciója által nagyságrendileg 10 millió forint értékben tudja építőanyagokkal támogatni a júniusi jégkár által leginkább érintett településeknek a lakóit. Ezeket az eszközöket, ezeket az építőanyagokat az elkövetkezendő hetekben fogjuk beszerezni és eljuttatni ezekre a településekre, hogy enyhítsük ezeket a károkat, és meg tudjuk szervezni ezeknek a tetőszerkezetnek a helyreállítási munkáit. A szervezet önkéntesei a jövő héttől a károsultak ingatlanjainak helyreállításában is segítséget nyújtanak, és adományvonalukon várják a további felajánlásokat.